Jó napot kívánok! Önök a Kultúrszobát látják, tartsanak velünk! Az aradi vértanúkra emlékeztünk. Korabeli erszényeket találtak Cikón. Rengeteg sokszínű programmal készültek a szervezők az idei Hajdina Fesztiválra. Közös éneklést szerveztek Szekszárdon. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeztünk október 6-án. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd tisztjét, és Budapesten az első független felelős kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost. A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, a kegyelet kifejezéseként fél árbocra engedik a nemzeti lobogót. Október 6-án az aradi vértanúk emléknapján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően az Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az ugyanezen a napon a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökére emlékeztünk. Az aradi vértanúknak az emléknapját tartjuk most már több mint 20 éve folyamatosan. Ez egy olyan nemzeti gyásznap, amely minden évben megrendezésre kerül, hiszen a nemzet egyik olyan sorsfordító eseményéhez kapcsolódik, amelyet részben ugye tanítanak, tehát a történelemkönyvekben ez egy fontos és számon tartott dátum. Másrészt egy nagyon emblematikus időszaknak a lezárását is jelenti, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követő megtorlásoknak egyik nagyon fontos dátuma volt 1849. október 6-a, amikor is az aradivár Sáncárkában 13 honvéd tisztet, 12 tábornokot és egy ezredest kivégeztek, négyet lelőttek, tehát golyó általi halált haltak kegyelemből, részben azért, mert ők osztrák csapatok előtt tették le a fegyvert, illetve az utolsó időszakban már nem harcoltak az osztrákok ellen, illetve 9-et köztörvényesként, illetve vagyonelkobzással sújtott áldozatként kivégeztek kötél által. Tehát a aradi vértanúk így haltak meg, és ezt követően őket az aradi vár Sáncárkába temették el. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. Az első világháború után tovább nőtt az emléknap jelentősége. A kommunista időszakban sem tiltották be, de nem volt állami ünnep, de az iskolákban és az újságokban megemlékeztek a vértanúkról, ugyanakkor a megemlékezés hangsúlya az osztrák terrorra és a beavatkozó orosz csapatok iránti empátiára helyeződött. Nagyon hosszú idő telt el, mire ez a dátum a magyar nemzet történelmébe eljutott odáig, hogy egyfajta nemzeti emléknapként emlékezhessünk ezekre a hősökre. Nagyon érdekes az, hogy a nemzeti ünnepek és a nemzeti gyásznapok azért valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz, hiszen három nagy nemzeti ünnepünk van. Augusztus 20-a, ugye a Szent István ünnepe államalapításhoz kötődik, maga március 15-e a 48-as forradalom, majd az azt követő szabadságharcnak a nyitó dátuma, illetve a parlamentális magyar demokráciának a nyitó dátuma, hogyha úgy tetszik, illetve október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharcnak a nyitó eseménye volt. És ezekhez kapcsolódik 1956 vonatkozásában november 4-e, ami szintén gyásznap, amikor is leverték a szovjet csapatok a magyar forradalmat és szabadságharcot, 48-49-ben pedig az október 6-a az egy olyan megtorlási folyamatnak a része volt, ami a 49-es forradalmi szabadságharcos eseményeket zárták le. Nyilvánvalóan a 1849-et követő elnyomás időszakában szó sem lehetett arról, hogy ezekre a aradi tisztekre, Aradon kivégzett tisztekre, vagy velük együtt arra több száz kivégzett és meghurcolt, vagyon elkobzott, kényszerbe sorozott katonákra, illetve civil lakosságra emlékezzenek. Azonban 1867-ben a kiegyezéssel ez is valahol a helyére
került, és ezt követően, ez Aradon is egyébként jól megfigyelhető, mert akkor már 1867-ben felmerült, hogy emléket állítsanak ezeknek a mártír katonáknak, amely aztán végül is 1870-es években meg is történt, tehát egyfajta kultuszuk még a dualizmusban már zajlott. A rendszerváltozás után a kormány 2001. novemberében nyilvánította nemzeti gyásznappá. A hagyományok szerint a Kossuth téren félárbócra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd az egykori miniszterelnök vesztőhelyének színhelyén, a Batthyány örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen lévő Batthyányi mauzóleumnál pedig koszorúzással emlékeznek a szabadságharc mártírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Első Ferenc József osztrák császár 1849-ben leverte, illetve Hajnó táborszernagyon keresztül véresen leverte ezt a lázadást, az ő szemébe lázadást. Azonban ő volt 1867-ben az uralkodó, illetve egészen 1916-ig ő volt a magyar király, és az ő uralkodása alatt szökkent szárba lényegében akár az aradi vértanúknak is az emlékezete, illetve az a fajta közmegegyezés, hogy ők igenis a magyar történelemben nagyon fontos és jeles szerepet játszottak. Erre mi sem példa, jobb példa, mint hogy a leszármazottak közből, tehát az aradi vértanúknak a leszármazottai közül Kisernő altábornagy, aki egy örmény származású tagja volt ennek a kivégzett csapatnak, az ő unokája, Dániel Ernő, kereskedelmi miniszter volt az 1890-es években, tehát 50 évvel nagyapja kivégzését követően nagy Bánfi Miklós vezette kormány, a közös magyar kormányban. Egyébként nem véletlen, ahol most tartózkodunk, ez a Magyar Géniusz Vándor kiállításnak a 48-49-es eseményeket bemutató része előtt, illetve benne. A mellettem lévő íróasztal az pont Kisernő altábor nagy tábori íróasztala volt, Kiskunfélegyházi Kiskunmúzeumnak a felajánlása volt erre a kiállításra, tehát ezen az íróasztalon írta meg a hadiparancsait, és aztán később ez a családja révén jutott múzeumba, és kerülhetett így a kiállításra. Most így bemutatásra, és ennek segítségével akkor talán egy picit rá is emlékezhetünk. Egyébként a 13 közül ő a négyek között volt, akit lőporral lőttek le, sőt azt is feljegyezték, hogy a négyük közül őt nem sikerült az első sortűzzel kivégezni, csak vállán találták el. Egy második sortűzet ő maga vezényelt az őre irányító három katonának, és ezt követően lőtték agyon. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tisztek voltak. A szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. A szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni. Maguknak a tábornokoknak a sírja is, hát először is a kivégzés követően hát rendkívül mostoha sorsot jártak be, hiszen abba az árokba temették el, ahol a kivégzés zajlott. A 13 család közül kettő volt az, aki a holtesteket el tudta szállítani családi birtokra. Egyébként pont a Kisernő volt az egyik, aki a délvidéken lévő családi sírkápolnába került végső eltemetésre, a másik Dezsőfi Arisztid volt. Így Dezsőfi Arisztid és Kisernő kivételével az aradi vértanúk napjainkban már egy helyen nyugszanak. 1884-ben a kivégzés vélt helyén felállított obeliszk alatt kialakított kriptában helyezték el őket. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, akiknek hősies áldozatát nem homályosította el az idő. A feleségeik sorsáról azonban nemigen tudunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a vértanúk özvegyeinek küzdelmes élet jutott. Nyilvánvalóan, akik áldozataul estek a megtorlásnak, és ez nem csak 1849-ben igaz, hanem akár 1956-ot követő megtorlásokban is, ez nagyon sokszor vagyonelkobzással érintették a
vagy illették ezeket a családokat, és az özvegyeknek természetesen, akik nagyon sokszor gyermekekkel élték meg, gyermekeikkel élték meg ezt a szomorú eseményt, nagyon nehéz sors jutott nekik. A legtöbbjük azért nemesi származású volt, tehát ilyen értelemben volt egyfajta családi védőháló, hogyha szabad ezt így mondani, aki azért amennyire lehetett, azért megpróbálta támogatni őket. Aradi vértanúként a köztudat 13 főtisztet tart számon, de valójában többen voltak. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további honvédtiszteket végeztek ki. Az aradi vértanúknál azért még el kell azt mondani, hogy nem csak igaz, hogy ezen a napon, október 6-án 13 embert végeztek ki, de előtte is és utána is jó néhány honvédtiszt áldozatul esett, tehát eleve sokszor beszélünk 16 aradi vértanúról, akik közöttük Kazinczy Lajos, Kazinczy Ferenc fiáról, aki ezredesként szolgálta a magyar hadsereget, de igazából nagyságrendét tekintve, ugye ugyanezen a napon Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten végezték ki golyó által, őt is fel akarták akasztani, csak az utolsó pillanatban egy becsempészett eszköz segítségével megsebezte a nyakát, így nem tudták elvégezni az akasztást, és emiatt lőpor által halt meg az első magyar független kormány miniszterelnöke. Összességében pár száz főre tehető azon embereknek a száma, akik halálos ítéletben részesültek, ellenben az említett vagyonelkobzás, kényszerbesorozás, lefokozás az sok ezer magyar családot érintett, hiszen ez egy olyan közös nemzeti élmény volt, és talán az első olyan volt a magyarság történetében, amikor a széles néprétegek is átélhették az összetartozásnak a valahogy a tudatát. Tehát ugye ez a jobbágyrendszernek a felszabadításával járt együtt a 48-as forradalmi események, és ebből adódóan a szegényebb rétegek is részeseivé váltak ennek a honvédő háborúnak, hiszen ez előbb-utóbb a szabadságharcban ez egy honvédőháborúként zajlott le, és ez is az oka, hogy viszonylag korán és egyértelműen a nemzet emlékezetébe automatikusan beivódott. A Vosinszky-Mór megyei múzeumban mutatták be a Cikó ótemplomi elszínleletet, amely 2019-ben végzett régészeti terepbejárás alkalmával került elő. A pénzérmék alapján a falu a 12. századtól a 16. század végéig létezett. Egy ma már nem létező falu területén került elő a lelet. A pénzérmék a 16. századból származnak. Erszényben és Orolnézva, Tekercsben kerültek egykoron a földbe. Szép lak, ugye Cikó határában található, a templomról ma is látható. Első írott forrásunk 1402-ből származik. Ugye az Árpád-kori okleveles anyag az elég hiányos. Tehát ez nem csak Cikóra vonatkozik, hogy viszonylag későbbi írott adat kerül elő, hanem ez általános. Innentől kezdve a 15. században több forrásban is említik a cikói templomot, a széplaki templomot, és a papját is sokszor megnevezik. A 16. században, pedig a török időkben az adóösszeírásokban szerepelnek a települések, illetve azoknak a lakói. Tehát egy szám szerint feljegyezték, hogy melyik településen hány család lakik, hány család adózik. Itt a török időkben egészen az 1560-as évekig tudjuk követni széplaknak a történetét. Ezután viszont már hiányzik az adóösszeírásban. Valószínűleg a 16. század végén bekövetkezett 15 éves háború során, mint olyan sok más falu itt a környéken, széplak is elpusztul.
innentől kezdve írott adatunk nincs. A régészeti anyag, amit a terepbejárás során gyűjtöttünk, az teljesen jól összevág az írott adatokkal. Annyiban egészíti ki az írott forrásokat, hogy a korai évszázadokban, tehát a 12. században is lakott lehetett a település, tehát II. István dénária a legkorábbi lelet, és innentől kezdve több királynak a pénze is előkerült. Tehát ami az írott forrásban 1402 a legkorábbi időpont, az itt az 1100-as éveknek az első fele a régészeti anyagban. Tehát, hogy a falu az egy 12. századtól létezett, és a 16. század vége fele pusztulhatott el. Vármegyénk területén a középkorban több olyan település is létezett, amely elpusztult a történelem viharaiban. Az erszényleletek azok azért különlegesek, mert nagyon ritkák, tehát itt a terepbejárások során egy évben talán egyet találunk, vagy maximum kettőt, tehát szerencsés eset kombinációnak kell összeállnia. Tehát, hogy az érem elrejtése vagy elvesztése során az érem darabok, a dénárok egy helyen vannak. Ugye a dénároknak az alapanyaga az ezüst, de akkor is volt pénzrontás, tehát az ezüstbe belekevertek rezet, ónt, cinket, stb. És ezek a nem nemes fémanyagok, ezek ugye korodálódnak, és az idő során kiválnak a pénznek az anyagából, a felületére rakódnak, és ez tartja össze végül is ezeket a pénzérméket, és az évszázadok során is hiába szántják a területet, vagy kapálják, vagy földmozgatás történik, ezek a pénzek akkor is egyben maradnak, szerencsés esetben. Persze olyan is előfordul, amikor szétszóródnak, tehát hogy ha nagyon jó a nemesfém tartalma, akkor nem tapadnak össze. Tehát hogy kell egy kicsi pénzrontás, tehát ez az egyik tényező, a másik, hogy egy helyen legyen elrejtve. Az erszénylelet abban különbözik a kincslelettől, hogy kisebb darab számú tétel. A pénzleleteknek ez a típusa egy személy hétköznapi használatra magánál tartott pénzeinek együttese, melyet elveszített vagy elrejtett. A felderítés körülményei is érdekesek, hiszen régészeti terepbejárás során kerültek elő. Ez azt jelenti, hogy múzeumbarát fémkeresősök segítségével a felszínt vonalban lejárjuk, tehát több sávon, tehát általában a szántás irányát követve több sávon oda-vissza járjuk a felszínt, próbáljuk úgy lefedni a terepbejárás során a területet, hogy nem maradjanak üres részek, és ezáltal, ami éppen akkor a felszín, illetve a felszín közelében található fémlelet, ami értékelhető, datálható, az mind begyűjtésre kerüljön. Az erszényleletek esetében a 10-20 darab érem 1-2 méteres körön belül kerül elő. A nagyobb darab számú kincsleletek és a szerényebb tételű erszényleletek egyik legjellemzőbb eleme az érmék összetapadása. Ez a jelenség csak zárt térben, edényben, erszényben valósulhat meg. Általánosan jellemző, hogy ha találunk egy ilyen erszényleletet, akkor utána nem találunk hozzá többet. Tehát ezek ennyi darabszámmal rendelkeztek, valószínűleg ez a cikói, ez 4 darabos volt. Ez utóbbiak sorába illeszkedik az erszénylelet, melyet Vince Péter múzeumbarát fémkereső talált meg. A 4 darab ezüst dénár az 1540-es évekből, első Ferdinánd idejéből származik. Ismét Hajdina Fesztivált rendeztek Győrén, ahol rengeteg sokszínű programmal készültek a szervezők. Az eseményen galuskával és vegyes pörkölttel vendégelték meg a falu lakosságát, ahonnan mindenki sok élménnyel térhetett haza.
Hajdina fesztivált tartottak Győrén. Eredetileg nevét a Hajdináról, vagy más néven Pohánkáról kapta, amely a keserűfélék családjába tartozó látszárú növény, úgynevezett ágabona. A Hajdina fesztivált idén 11. alkalommal rendeztük meg, és talán úgy érzem, hogy minden eddiginél sokkal több színesebb programmal készültünk. Tegnap este volt egy völgység konferencia, amin a völgység népszokásai, néphagyományai volt a témakör, környékbeli polgármesterek, vállalkozók, megyei vezetők voltak jelen. A sokszínű esemény minden korosztály számára bőségesen kínált program lehetőséget. A helyszín a Györei templom, általános iskola és környéke volt, ahol egész napos családi feszt vette kezdetét. A délelőtt folyamán főzőversenyen mérethette meg magát a főzni vágyó vendégsereg. A cél pedig nem kevesebb volt, mint a legjobbnak lenni ismét. Ma a program délelőtt főzőversennyel kezdődött, majd az általános iskolásoknak futóversenyek, délben egy közös mindenki ebédje, ami mindenkinek, bárki, aki ide látogatott, mindenkinek, nem csak a falu lakosságnak, ingyenes volt. Aztán most lesz egy felvonulásunk körbe a falun, egy színes, több néptánc együttesen iskola, óvoda részvételével, ezek után a színpadi műsorok következnek, ami nekünk a legfőbb, legelsők, az óvodások, az iskolások fellépése és a környékbeli néptánc együttesek, meg a saját néptánc együtteseink, meg saját együtteseink, és utána sztár fellépőkkel folytatódik, majd legvégül tűzijátékkal és diszkóval zárul a Hajdina Fesztivál. Felvirradt ismét a Hajdina Fesztivál napja. Gyűjjön hát össze a falu apraja és nagyja. Mielőtt átadnánk magunkat a jókednek, beszédemet hallgassák meg kentek. Először mondandómat az iskolánkkal kezdem. Megnyitott a kapuit, idén is rendben. Nagy örömünkre a nebulók létszáma elhagyta a 100-at. Sokan a környékről is ide járnak. Az iskolánkban a tudás mellett sok volt a program. Párat felsorolok mostan. Megemlékezések, műsorok, projektek, ki mit tud, szivárvány tanoda, balatoni tábor, évközben meg számos verseny. Sorolhatnám estig, de már fárad a nyelvem. Csak annyit mondok, nem érheti szó a ház elejét. Az idén is öregbítettük iskolánk hírnevét. A már hagyománynak számító felvonulás az egyik kiemelt része volt az összejövetelnek. Több népművészeti csoport és iskolai előadás alkotta a színpadi programokat, illetve egyéb kísérő programok emelték a színvonalat. Az én gyerekeim is itt voltak, óvodások, iskolások, mióta a fölvonulás van, mindig jövök, megyek velük, most is majd készülök arra le. A fesztiválon minden évben fellép a helyi néptánccsoport, akik idén is bukovinai székelytáncokkal készültek. A táncokat mindig nagy érdeklődés övezi a település lakóinak körében is. Utószor! Remélem nem koptattam hiába a számat. Kentekben is kíváncsiság támadt. Vár mindenkit vásár, kiállítás és számos program, sok jó ember elfér a nagy sátorban. Jöjjenek hát mentől nagyobb számban, és mulassanak jól a mai sokaságban. Én 17 éve már, most én vagyok a rangindősebb, akik eljöttünk. Én is nagyon szeretek táncolni, nagyon jó csapat. És sok fellépés van a nyár folyamán, amiket nagyon szeretünk. A közönséget késő estig kulturális műsorokkal, néptánc egyesületekkel szórakoztatták. Kirakodó vásárok, bemutatók és büfék gazdagították a fesztivált, továbbá számos elmaradhatatlan programból válogathatott az est további részében is a nagy érdemű.
Zene, ami összeköt címmel közös éneklést szerveztek Szekszárdon a Béla király téren. Az eseményen mintegy 600 gyerek vett részt. A rendezvényen felcsendültek a Pál utcai fiúkból a Mi vagyunk a Grund, illetve Szekszárd a mi városunk is. Nagy a világ. A Zene, ami összeköt minket címmel rendezték meg a több iskolát összefoglaló kultikus dalokból összeállított programot, ahol kisiskolásoktól hangzottak el olyan slágerek, mint például a Mi vagyunk a Grund a Pál utcai fiúkból. A Zene mindenkié. Erről hasonlóan vélekednek a gyakorló általános iskola pedagógusai is. A gyakorló iskolából érkeztünk több osztállyal, és hát lelkesen készültünk. Lőrinci Györgyi énektanárunkkal készültünk erre a rendezvényre, és a gyerekekkel, amelyik osztályban tanít, készült a dallal, hogy itt el tudjuk énekelni mindenki előtt. Szerintem a zene minden ember életében nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy muszáj, hogy fontos legyen, ugyanis rendkívül sok örömet okoz a zene és annak hallgatása, és mi az iskolában minden évben megemlékezünk a Zene Világnapjáról, együtt éneklünk az aulában, ma reggel is ez történt, az első órát ezzel kezdtük, és az egész iskola kint állt az aulába, és együtt énekeltünk a kollégák rögtönzött kórusával. A Zene Világnapján a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékezünk. Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október 1-jét a Zene Világnapjává. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. A rendezvényekre, az iskolaira is, és erre is énekóra keretén belül a kollégák énekelték a gyerekekkel a dalokat, és tulajdonképpen én úgy tudom, hogy talán éveleje óta erre készültünk, úgyhogy szeptemberi hónapunknak ez volt a nagy projektje, hogy majd a Zene Világnapján együtt tudjunk énekelni a többi diákkal együtt. Minden évben megemlékezünk a Zene Világnapjáról. Szerencsére nagyon sok diákunk zeneiskolás, tanul hangszeren, és nagyon szeretnek énekelni. Hadd emeljem ki, hogy ma reggeli zenével indítottuk a napot, az első óra becsengetésekor a teljes 600 fős, kb. 600 fős diák sereg együtt énekelt a tanárokkal egy dalcsokrot, ami azt gondolom, hogy egy szép indítása volt a Zene Világnapjának. És hogy miért tartom fontosnak? Azért, mert azt gondolom olyanok, mint a mesék, hogy egészen a lelkünkig hatnak, és a zenével nagyon sok mindent ki tudunk fejezni és át tudunk adni, ahogy a mesékkel is. A kisiskolások az éveleje óta szorgalmasan készültek a Béla király téren rendezett eseményre, hogy egy közös énekléssel emlékezzenek meg emely jeles alkalomról. Az énektanárunk az összeset kivetítette az interaktív táblánkra, és úgy tanultuk meg őket. Ezért szeretem a zenét, mert jó hallgatni, és ilyen nyugalmat ad. A zene mindent kifejez, amit az emberek képtelenek szavakkal elmondani, és sosem hazudik. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb, és viszontlátásra!